Az idei magyar választásokat talán minden korábbinál több nemzetközi megfigyelő fogja ellenőrizni. Az EBSZ és a választásfigyelő szervezetek európai hálózata már közé tett egy-egy időközi jelentést. Mindkét szervezet azt mondja, hogy több problémás kifogás hallható a magyar választási rendszerben, az egyik ilyen a levélszavazatok ügye, amiket nem lehet ellenőrizni a csalások ellen, illetve az, hogy a választókerületi határokat nem jelölték ki újra, pedig ezt az alaptörvény szerint meg kellett volna tenni a választások előtt. Eközben egy lengyel ultrakonzervatív katolikus szervezet, az Ordo Iuris intézet is bejelentette, hogy választási megfigyelőket küldenek Magyarországra. Ők egyébként a kormány közél alapjogokért központ egyik szövetségese, viszont azt mondják, hogy nem a kormány hívta meg őket, hanem maguktól jönnek, és minden oldalt és ellenzéki médiumokat is megkérdeznek a választásokról. Lentebb találtok két cikket is, ahol mind a három választás megfigyelő csoportról olvashattok.